Köszöntöm Önöket, ez a Városhatár, a Szerencsi Városi Televízió magazin műsora. Méhi Borbála vagyok. Mai adásunkban a Kolompos Együttes és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola nyári táboraiba invitáljuk Önöket. Ezt követően Hegyi Barbara, Jászai Mari díjas színművésznővel beszélgettünk második szakácskönyve kapcsán. Harmadik blokkunkban két helyi együttest ismerhetnek meg, akik lehetőséget kaptak arra, hogy fellépjenek az idei Csokoládé Fesztiválon. Kérem, tartsanak velünk! Kezdetét vette a nyári szünet, és ezzel együtt eljött a nyári táborok ideje is. Az idén 13. alkalommal tartotta meg a Kolompos Együttes nyári táborát Szerencsen. Ezzel egy időben a Bolyai János Katolikus Általános Iskola is napközis tábort szervezett a diákoknak. A következő percekben erről láthatnak összefoglalót. Hivatalosan is véget ért az iskolai tanév. A kisdiákok egy időre félretették a füzeteket, tollakat, hiszen elkezdődött a vakáció és a nyári táborok ideje. Szerencsén idén is az elsők között nyitotta meg kapuit a Kolompos tábor, immár 13. alkalommal. A tábor ideje alatt a szülők és gyermekeik együtt sajátítják el a magyar nép kulturális értékeit. A Kolompos Együttes tagjai mindig szívesen térnek vissza városunkba. Természetesen minden évben újra eljönni, olyan, mint egy gyereknek egy nyaralás, tehát egy nyaralási emlék, tudom én, nem volt a Balatonon, vagy nem volt a nagymamánál, és akkor milyen jó lesz megint a nagymamához lemenni. Ugyanígy nekünk is, bár már nem vagyunk gyerekek, de nagyon jó érzés ide mindig jönni. Nem csak amiatt, mert van itt egy hely, amiatt is, mert óriási múltja, történelme van, de nagyon jó az emberek kedvessége. Itt szeretettel várnak, és mindig szeretettel is gondolnak ránk, és hogy úgy mondjam, tulajdonképpen nem tudunk olyasmit kérni, amit ne szívesen teljesítenének. Az éven is sokan vettek részt a közös családi nyaraláson. Ez idő alatt megélénkül az élet a kollégiumban és a Rákóczi várban. A tábor népszerűségének titkáról kérdeztük Benedek Krisztina népdalénekes néptáncpedagógust. A családok apraját és nagyját ugyanúgy megszólítja, mint a felnőtteket. Tehát az egészen kicsiktől a babáktól egészen a legidősebbekig, tehát hogyha tegyük fel, jönnek nagyszülők, nekik is vannak programok. Nagyon sokoldalúan, tehát a magyar néphagyománynak szinte minden pici kis szegmensét előhívja ez a tábor. És hát ugye arról meg nem is kell beszélni, hogy a magyar népi kultúra, ami a mi ősi hagyományunk, az mindenkinek ott csortogál az ereiben. Tehát ez konkrétan szerintem genetikailag kódolt. Tehát ott van bennünk, és ez a tábor pedig előhívja. Az ország minden tájáról érkeztek táborozók és sokan visszatérő résztvevői az egyhetes programoknak. Tulajdonképpen az egész hetet várjuk, és nem is igazából a programokat, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tavaly még fél éves kislányunk most másfél évesen hogy fog benne viselkedni, hogy fog neki tetszeni. Valószínűleg ezek a táncos, dalos foglalkozások, azok igazán fogják kötni a figyelmét. Évközben is jártunk a Benedek Krisztinához heti rendszerességgel, egy tipegő-topogó foglalkozásra, úgyhogy ez lesz az egyik. A másik, hogy Kolos meg már nagy fiú, hamarosan most bemegy az iskolába, és a tavalyi tábor végén rengeteg új barátra tett szert az utolsó napokra, nagyon fölpörögtek az események, hát hogyha összetalálkoznak most majd újra, és tudnak itt rohangálni a várban. Másodjára veszünk részt, így teljes családilag, és nagyon szeretjük, értelmesek a műsorok, nagyon klassz, gyerekek élvezik, jó a társaság, a város meg nagyon szép, a várat különösen szeretjük. A táborozókat rengeteg színes program várta, kézműveskedés, népdaléneklés és néptánctanulás, sok zene, vidámság és kiváló hangulat. Egyik leghangulatosabb része a táborunknak az, amikor a kicsi gyerekekkel körbeüljük a tábortüzet. Az egy izgalmas dolog, sőt, nekünk is izgalmas, mert sokszor úgy kell őket onnan elhesegetni, hogy menjenek egy kicsit, a meg rossz csontok is természetesen, és mindenki akar bedobálni valamit a tűzbe, tehát vigyázni kell rájuk, de azért mégis a leghangulatosabb már szürkület, már kicsit esteledik, sötétedik, szól hozzá a muzsika, énekelünk,
hogyha van egy kis borocska, hát nem tudom, hogy van-e itt a környéken valamilyen szőlővidék, de úgy tudom, hogy van, akkor iszunk hozzá egy korty borocskát, és tulajdonképpen ezzel is búcsúztatjuk egy kicsit a tábort. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola idén június 20 és 24-e között nyári napközis tábort szervezett a diákoknak. A hét bővelkedett színes programokban. Hosszas előkészület után nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeztek a gyerekeink. 54 tanulóval sikerült elindítani ezt a tábort, amely tegnap már, a tegnapi nap folyamán el is indult. Tegnap nagyon jól sikerült Bekecsi kalantúrán vettünk részt, végigjártuk a tanösvényt, a fürdőkultúrát tanulmányoztuk, és a Bányai Lovasiskolában végeztük el a tartózkodtunk a délután folyamán. Nagyon jól érezték a gyerekek magukat, minden program nagyon tetszett nekik. A gyerekek önfeledten vették birtokba a Bányai Lovasiskola területét, és nagyon élvezték az ott töltött időt. A barátnőmmel, Fannyval már nagyon vártuk, hogy vége legyen a tanévnek. Napközistából először vagyunk itt, és nekem a lovaglás meg a kecskék tetszettek a legjobban. Hasonló a véleményem, mint a Júlcsié. Nekem is nagyon-nagyon tetszettek a lovak, a kis cicák és a kecskék is. Annyira megfogott a helynek a varázsa, hogy jövő hét után lesz egy lovastábor, és szeretnénk eljönni ide mind a ketten, mert úgy gondoljuk, hogy lehetőséget adunk arra, hogy kipróbáljuk magunkat. A pedagógusok olyan programokat szerveztek a diákoknak, ahol mindegyik gyermek jól érezhette magát. A nyár folyamán további táborok várják a vakációzó diákokat, sakk, képzőművészeti, sporttábor. A felújított simai ifjúsági tábort pedig már június 27-én birtokba veszik a zenetáborozók. Hegyi Barbara a Jászai Mari díjas színművésznő, a gasztronómia szerelmese. A főzés számára nem kötelező elfoglaltság, hanem szenvedély. Második szakácskönyvét, ami az Alkalomattán címet viseli, június 23-án mutatta be a szerencsi közönségnek. Hegyi Barbarával szervezett közönségtalálkozót a Szerencsi Művölődési Központ június 22-én a Rákóczi Vár lovaktermében. Az ünnepi könyvhét keretében Szűcs Anikó újságíró beszélgetett a színművésznővel Alkalomattán című szakácskönyvéről. Férjem Zoránnak a lánya, Szandra, azt mondta, hogy jó, hogyha a blog nem megy, akkor csinálnál esetleg egy könyvet, tehát mégis le kéne írned, milyen jók ezek a receptek, milyen jó lenne, ha ez megmaradna. És akkor arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy jó ötlet, és hogyha bárkinek az egy segítség, nagyon kevés időm van, elfoglalt vagyok a szakmámat illetően, tehát nagyon sok időt töltök a Vígszínházban, színpadokon, szinkronba jutottam ott, de hogyha elhiszik nekem, hogy én emellett nagyon gyorsan meg tudok főzni valami frisset, valami jót, amit mi boldogan eszünk, akkor hát, ha ez másnak is egy segítség. Az Alkalomattán receptjei az alkalmakhoz kötődnek. Ez a könyv ötleteket ad, hogy milyen legyen egy-egy ételsor életünk legfontosabb alkalmain, ünnepein. Mondjuk jön egy születésnap, akkor mindenki tudja, hogy jó, lesz egy főétel, ezt csinálunk egy pörköltet, mert a Józsi bácsi így nagyon szereti az anyát pörköltjét, de mit adjunk elé, és mi legyen a desszert. Tehát, hogy erre gondoltuk, hogy esetleg valami ötletet tudunk adni,
hogy milyen legyen egy ételsor, és ne egy olyan ételsor legyen, ami egy professzionális szakácsnak lenne az ételsora, hanem egy ebből a szempontból egy hétköznapi emberi, aki egyébként főz és van valamiféle ismerete a konyhában. Az Alkalomattan című könyv nem csupán receptek gyűjteménye, hanem személyes történeteket is tartalmaz, melyeken keresztül bepillantást nyerhetünk a művésznő hétköznapjaiba is. Van benne, azt remélem, hogy olyan sok olyan történet, ami persze hozzám kapcsolódik, és mégis kedvtelést okozhat annak, aki olvassa. Egyrészt az apámról írok, aki egy híres operatőr volt, és nem találkoztam vele, akkor halt meg, amikor megszülettem. Róla van egy-két történet. Illetve az evésről, illetve az engem körülvevő emberekről, humoros vagy kevésbé humoros, de szétmelengető történet. Úgyhogy nem csak receptek vannak benne. Hegyi Barbara első receptkönyve, az Abrakababra első kiadása aranykönyv lett. Az olvasóközönség ezt találta a legkedvesebbnek a magyar szakácskönyvek között. Az az örömért, hogy az első könyv, az Abrakababra úgy néz ki, hogy megéri a harmadik kiadását, mert elfogyott, és a kiadó úgy döntött, hogy nyom belőle egy harmadik fordulót. Nagyon büszke vagyok rá, mert amikor kiadtuk, akkor abban az évben ez egy aranykönyves könyv lett. Az azt jelenti, hogy a magyar szakácskönyvek között a közönség ezt találta a legkedvesebbnek, vagy a legközelebb állónak a szívéhez, úgyhogy én tulajdonképpen egy aranykönyves színésznő vagyok. Hegyi Barbara elmondta, hogy színházi bemutatóinak idején kevesebbet időz a konyhában, de egyébként bármikor szívesen főz. Örömmel próbál ki új ötleteket, ízeket, alapanyagokat. A főzés számára nem kötelező elfoglaltság, hanem szenvedély. Said she was meant for me, but when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his lily be? Hamarosan kezdetét veszi a 9. Országos Csokoládéfesztivál. Az érdeklődés már most számottevő, nem csak a városban. A következő percekben többek között két szerencsi együttessel is beszélgetünk, akik elmondják eddigi tapasztalataikat, illetve hogy mit várnak az idei rendezvénytől. Augusztus 26-a és 28-a között rendezik meg a 9. Országos Csokoládéfesztivált városunkban. A szervezés már nagy erőkkel zajlik, és az utóbbi évekhez hasonlóan színes programok várják majd a szerencse látogatókat. Gőzelével zajlik a Csokoládéfesztivál szervezése, folyamatos egyeztetések, megbeszélések zajlanak, már a szerződéseket írjuk alá. Nem titok már, hogy az Omega együttes élő koncerttel fogja örvendeztetni a hallgatóságot. Bízom benne, hogy az a régi látványos lézertechnika és csodálatos hangzás, amit ifjúkorunkban megszoktunk, azt ismét megtekinthetjük. De természetesen itt lesz a már hagyományos fellépőnek számított tankcsapda, Kovalszki és Vega, és hát természetesen a tavalyi nagy sikerkoncert, a Well Hello, ismét meg lesz rendezve, de már a nagy színpadon bízom benne, hogy legalább annyian fogják látogatni. A terület nagyobb lesz, biztonságosabb lesz, és bízom benne, hogy sokkal jobb körülmények között fogjuk tudni fogadni a vendégeket. Yeah.
az Omega együttes billentyűsét Benkő László telefonon értük el, aki elmondta, hogy a zenekar már nagyon készül a Szerencsi koncertre, ugyanis a Csokoládé Fesztiválon most fognak először fellépni. Ez egy nagyon komoly buli lesz, és hát most, ha azt mondom, hogy ez tőlünk teljesen elvárható, hogy a lézertől kezdve mindenfajta egyéb olyan látványjal jövünk, ami az egész az egész együttes történetét jelenti képekben, és mindenben, és zenében is természetesen. Azt üzenjük, hogy ők is úgy készüljenek erre a bulira, ahogy mi készülünk. És akkor nagyon közösen, nagyon boldog órákat fogunk együtt végigélni. A sztárok mellett az utóbbi évek gyakorlata szerint idén is több helyi zenekar kapott lehetőséget arra, hogy felléphessenek a Csokoládé Fesztiválon. Deme és Ikon nem ismeretlen a Szerencsi közönség előtt. A két helyi fenegyerek már évek óta közösen rappel, és több videóklipet is készítettek. A jövőmet formálom, a jelen ilyen maradt, aki követett, az haladt, aki nem, az lemaradt. Mi vagyunk Deme és Ikon. Körülbelül 2-3 éve kezdődött a közös pályafutásunk. Nem is tudom, mert rögtön videóklippel kezdtük? Azt hiszem, rögtön egy stúdió videóval kezdtük, azt már követett azt hiszem 3 vagy 4 videóklip plusz közös dalok, aztán most úgy is néz ki, hogy összeállunk egy közös formációval, nem csak közreműködés szinten leszünk együtt, hanem már most testvéri csapat szinten. Működni? Igen. Vakon is elvezetlek a helyes úton. Te kérdéseket teszel föl, én válaszokat nem adok. De ha neked van mi kérdésed, jobban jársz a feladod. Ikon vagyok, aki Deme. Sem én, sem Ikon nem először fogunk fellépni a 9. országos Csokoládé Fesztiválon, de ennek nagyon örülünk, hogy ismét egy fellépési lehetőséget kaptunk. Lényegében, ami ugye közös számunk, az és elérhető ugye a kibertérben, az szinte mindegyik hallható lesz a fesztivál folyamán. Készülünk nyilván új produkciókkal is, amit még ugye az interneten nem elérhető formátumban vannak, tehát sehogy nincsenek fönt. Augusztusban találkozunk a 9. országos Csokoládé Fesztiválon Szerencsen, mert mindannyian szeretjük a csokoládét, illetve a tokai bort. Úgyhogy gyertek sokan, mi itt leszünk, várunk titeket! Hajrá, magyarok! Számoltam is tényleg, bocs, hogy azt csinálom, amit gyerekként támadtam. A helyi gimnazistákból álló Fade-ben tagjai egy éve zenélnek együtt. Az együttes jellemzően feldolgozásokat ad elő, de tervben van saját dalok készítése is. Az utóbbi időkben a városi rendezvények állandó fellépői. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, ooh, shut up and dance with me. Igazából körülbelül egy éve vagyunk így nagyjából együtt. A legelső alkalomkor Helgával és Kristóffal egy iskolai bálon léptünk fel, aztán a következő alkalomkor már Zsófi is énekelt nekünk. Aztán még kibővültünk Csengével és Attilával, és hál' Istennek most már 3 koncertet tudhatunk magunk mögött. Az első koncertünk után Andor bácsi azt ajánlotta fel nekünk, hogy a Csoki Fesztiválon mind a 3 nap fellépünk, egyszer a nagy színpadon, és akár a következő napokban pedig a kis galéria színpadon is játszhatunk. Hát nekem a Csoki Fesztivállal kapcsolatban csak pozitív élményeim vannak, a hangulat is, és sok kezdőbanda is szokott játszani a galéria színpadon, és az a közeg, ami ott ki szokott alakulni, az szerintem példaértékű, és nagyon-nagyon várjuk. Legtöbb esetben ilyen populáris számokat játszunk, általában feldolgozásokat, saját számot majd akarunk írni, hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e, de addig is maradunk a feldolgozásoknál. Az iskolai zenekar rezortunkat szerintem át fogjuk adni majd kisebb generációknak, például ugye majd beépítünk jövőre már új gitárosokat, énekeseket, hogy ott tudjanak ők is bővülni, és ez ne szűnjön meg a Bocskaiba. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This moment is
Kedves nézőink, Önök a Városhatár című magazin műsorunkat látták. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu hírportálunkon. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!